Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A Nap és Merkur bolygó együtt hat. Az azt jelenti, itt lesznek cselekvések, előre mennek az események, lesz kommunikáció, és megvan arra a lehetőség, hogy tisztázz valakivel valamit. És most a szerelmi jóslás. Mit mutatnak a kártyák? Én nagyon kíváncsi vagyok. Az első kártyán látható ez a torony. Az azt jelenti, itt összeomlik valami, vagy nálad, vagy nála. Ezek utalnak változásokra. Ez a torony utalhat nehézségekre, problémákra, olyan, mint egy labirintus, vagy hivatalos dolgokra. De itt van egy lehetőség, mert ezt a kártyát meg lehet fordítani. És akkor látható, hogy az egyik személy lezuhan ugyan a mélybe, de a másik kapaszkodik felfele, és ez utal az égi hatalomra, tehát vallási témákra, ami utal egy kiútra. És a következő kártya. Itt van egy életút, még nehézségekkel, hiszen itt vannak a kövek. Ezek lehetnek félelmek, bizonytalanságok, de lehetnek ellenségek is, akik ide rakják ezeket a köveket, hogy ne tudj nyugodtan, egyenesen előre haladni. Itt látható ez a férfi, ez utalhat a te tartásodra, vagy a te lelki társadra. A kezében van ez az arany érem, az jelentheti az anyagiakat, a munkahelyét, de azt is, hogy te értékes vagy számára, és ő odafigyel rád. Itt van a ravaszróka, ez utal hamisságokra, hazugságokra, vagy arra, hogy valaki megpróbálja őt vagy téged becsapni, de amit még látunk ezen a képen, hogy valaki figyelget benneteket, és sajnos ez a személy rossz indulatú. Itt pénzügyi dolgokról van szó, és ez a ravasz róka jelentheti azt, hogy valaki pénzt követel tőled vagy tőle. És itt vannak a hazugságok, a hamisságok. Itt meg kellene állni egy pillanatra, odafigyelni az anyagiakra, de a belső értékekre is. És most megtekintjük a képeket. Itt lesznek változások. Higgy az égi hatalomban, az isteni segítségben, akkor sikerül megoldani ezeket a dolgokat. Itt valaki megpróbálja ezeket a köveket az utad elé rakni, hogy ne tudj egyenesen haladni, hogy legyenek problémák az élet utadon. Tehát valaki rossz indulatú veled szemben. Itt megjelenik a lelki társad, kezébe veszi ezt az arany érmét, utal az ő tehetségére, utal a belső értékekre is, és akkor az veled áll összefüggésben, hiszen ez a férfi értékel téged, szeret téged.
Itt látható a ravasz róka, lehet, hogy ő rakta a köveket az utatokba, tehát azt akarja, hogy itt hibázzatok, figyelget titeket. De szerencsére ő, tehát ez a férfi, a lelki társad megáll egy pillanatra, kezébe veszi a dolgokat, és tudja azt, hogy mi vagy ki értékes számára. És biztos lehetsz abban, hogy ő értékel téged. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.